az első 5 percben már bebizonyosodott, hogy itt a Torino ránk fogja erőltetni az akaratát, és mindenképp minél hamarabb meg szeretnék szerezni azt az első találatot, ami utána megnyugtatja őket. A kérdés az volt tényleg, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy próbáljuk ezt kitolni. Sajnos egy 11-es szituációból megkaptuk az első gólt, utána pedig a 45. percig tudtuk ezt őrizni, utána ott a 45. percben egy nagyon nagy pehes gólt kaptunk, ugye egy beadásnak szánt lövés csorgott be a rövidre, hát sajnos így mentünk be a félidőbe. Utána pedig az volt a célunk, hogy mindenképp megőrizzük ezt az eredményt, vagy természetesen, hogyha sikerül eljutunk gólhelyzetig, akkor találjunk be. Úgy gondolom, hogy a második félidőben bátrabban játszottunk, volt egy-két lehetőségünk, de sajnos a végén megszerezték a harmadik gólt, úgyhogy így alakult ki a 3-0-es végeredmény. Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen 3 gólos hátrányban vagyunk, és ugye idegenben sem sikerült betalálnunk, úgyhogy mondhatni tényleg nagyon nehéz a dolgunk, de nem is gondolunk erre, hiszen nagyon nagy az érdeklődés a mérkőzésre, valószínű még többen lesznek, mint az előző mérkőzésen az Európa Ligában. Mindenképp szeretnénk egy szoros mérkőzést játszani, abszolút még felszabadultabban játszhatunk, mint ugye idegenben, tényleg nagyon nagy teher nincs a vállunkon, szeretnénk megmutatni a szurkolóknak, hogy igenis hazai pályán fel tudjuk venni velük a versenyt, és tényleg mindenképp szeretnénk gólt szerezni, ugye az a publikumnak is egy nagyon nagy öröm lenne, úgyhogy nagyon várjuk ezt a mérkőzést, hiszen még egyszer játszhatunk egy top csapat ellen és top játékosok ellen.